Az elmúlt 6-7 év másról sem szólt az ingatlanpiacon, mint a drágulásról. Különösen 2020-tól kezdődően volt ez igazán szemmel látható, amikor a járványhelyzet miatt sokan a kisebbről a nagyobbra, a panáról a kertes házra váltottak. Ezt követően az állami család támogatások élénkítették tovább az ingatlan piacot, ami újabb áremelkedéshez vezetett, mondta el 35 Akkor perc a című a műsorunkban Bákány Zsoltné ingatlan volt. közvetítő. Ezek mind azt hozták, hogy mozogjon az ingatlan piac. Majd ugye 20 után jött a 21-es év, ahol szépen kitartottak az árak, és tényleg hatalmas árnövekedéseket értünk el, és hogyha még összegezve nézzük a 21-et és a 22-t, mert ugye én lezárt évet hoztam itt magammal statisztikában, akkor a családi házak esetén el lehet mondani, hogy 21-hez képest 22-ben egy 4,7%-os árcsökkenés már megjelent. Tehát ott már mérhető az adat. Ez már leginkább a negyedik negyedévnek az uhanását? Igen, de tulajdonképpen a panel és a téglalakásoknál ez még annyira nem jelent meg. Talán novemberben kezdtük azt érezni, hogy most már lehet alkudni. Nem 5%-ot, nem 10 et Előfordultak olyan irreálisan magas irányárak, amikből 2-3 millióval olcsóbb vételárak születtek meg később, és egyébként a 21-es évhez képest a 22-es évben a panellakások 18%-kal növekedtek árban, a téglalakások 26-tal. A legmegdöbbentőbb drágulás azonban az új építésű ingatlanoknál volt tapasztalható. Az építőanyag drasztikus drágulása miatt 2022 utolsó negyedévében Nyíregyházán már 684 ezer forintos átlagos négyzetméter árat regisztráltak ami csak nem 40%-kal volt több, mint egy éve korábban. Úgy tűnik azonban, hogy a rezsi árak drasztikus emelkedése és a kereslet visszaesése miatt Szabolcsat már berekben is megkezdődött az ingatlanok lassú árcsökkenése, legalábbis az energetikai korszerűtlenebbek esetében. Szépen elkezdett ez így, így duzzadni, duzzadni, aztán mindig azt mondják, hogy egyszer valahol az alufi elkezd ereszteni. Ez valahol a novemberi Időszakra tehető, hiszen akkor éreztük először például a fűtési számláknak a, a varázsát. Tehát uh, addig még arról volt szó, hogy ugye kitört sajnos az az ukrán háború, és emiatt uh, fokozatosan voltak problémák, ugye a benzinnel volt probléma, a, 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 tehát az élelmiszerárakkal is. Ezek mind-mind azt hozták, hogy az embereknek el kellett gondolkozni azon, hogy vajon fennbírják e tartani az ingatlanjaikat vagy tudnak-e olyan életszínvonalon élni, mint korábban, és hát elsősorban az ingatlanoktól szabadultak meg azért, hogy az életszínvonalukból ne kelljen lejjebb adni, mert hogy az sajnos drágább lett az életszínvonal fenntartása. Tehát valamihez nyúlni kellett, és akinek volt ingatlan, inkább azt mondta, hogy eladja. Sőt, akik egy kicsit... Hát a rezsiárakról nem is beszélve. A rezsiárakról nem is beszélve, tehát nyilván, akik kicsit hamarabb gondolkozott, mint hogy megvárta az első gázszámlát, ő már május június körül ugye a világsajtóból tudta, hogy itt azért erős változások lesznek. Ő elkezdett gondolkozni és eladta az ingatlanát, ő még egy viszonylag jó árat ki tudott kalkulálni. Bákány Zsoltni úgy látja, drasztikus árcsökkenésre nem van. kell számítani a piacon, annál is inkább, mert azok, akik korszerűtlenebb ingatlannal rendelkeztek, és nem tudták fizetni a rezsit már megváltak otthonuktól. Szemmel láthatóan olcsóbbak pedig a kevésbé kedvelt városrészek lakásai, valamint a nagy alapterületen fekvő ingatlanok lesznek a várakozások szerint. Ezek ugyanis jellemzően kevésbé fenntarthatóak a jelenlegi energiaárak mellett.